Az Al-Nassr hivatalosan is bemutatta Cristiano Ronaldo-t. Nagyra törő tervek az Arsenalnál. Az ágyusok Mihajlo Mudrikkal és Joao Félixel erősítenének januárban. Üdvözlünk titeket a Tiki-Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. A Juventus szeretné meghosszabbítani Adrien Rabiot idén-nyáron lejáró szerződését, amit úgy próbál elérni a torinói klub, hogy évi 7 plusz 1 millió eurós fizetést kínál a játékosnak, vagyis nagyjából annyit, mint amennyit Rabiot most is keres. Ugyanakkor a francia középpályás ügynöke, aki egyébként nem más, mint az édesanyja, legalább évi 10 millió eurós fizetést szeretne kiharcolni a fia számára. Tércalak szakadás szenvedett a hétfő esti Nice elleni bajnokin a Stade Rennes francia támadója, Martin Terrier, akire emiatt minimum fél éves kihagyás vár, így a 25 éves játékos ebben a szezonban már biztosan nem léphet pályára. Ez hatalmas érvágás a Breton Egyesület számára, hiszen Terrier ihletett formában játszott az idény eddigi részében, amit a 22 tétmeccsen elért 12 gólja és 5 gólpassza is bizonyít. A Premier League-ben szereplő Brentfordnál folytathatja a pályafutását az SC Freiburg 21 éves nigériai származású német szélsője Kevin Schade, akiért az angol klub nagyjából 20 millió eurót fizethet majd a német egyesületnek. A Juventus, az Inter, a Milán és az AS Roma képében 4 olasz klub is érdeklődik az Atletico Madrid friss világbajnok argentin középpályása Rodrigo de Paul iránt, akit a matracosok állítólag hajlandóak lennének eladni, ha befutna érte egy legalább akkora összeget tartalmazó ajánlat, mint amennyit 2021 nyarán ők is kifizettek érte az Udinézének, ami egészen pontosan 38 millió eurót jelent. Az Atletico Madridnál az Osasunában ebben a szezonban 14 bajnokin eddig 6 gólt jegyző 28 éves argentin csatár Chimi Avila az egyik kiszemelte a Wolverhamptonnak nemrég eladott Mateus Cunha pótlására. A dél-amerikai támadó megszerzéséhez azonban mélyen a zsebükbe kellene nyúlniuk a matracosoknak, a játékos szerződésében ugyanis 30 millió eurós kivásárlási záradék van rögzítve, ennél kevesebbért pedig a pamplónai klub nem kíván tőle megválni. A Borussia Mönchengladbach bejelentette, hogy további 2 évvel meghosszabbította a német középpályása Christoph Kramer eredetileg idén-nyáron lejáró szerződését, így a német játékos, akinek a mostani már a 8. idénye a klubnál, a következő 2 szezonban is a csikóknak becézett együttest fogja erősíteni. A Premier League-ben jelenleg a 15. helyen álló Bournemouth készen áll bónuszokkal együtt 40 millió eurót ajánlani a Juventusnak az amerikai válogatott középpályás Weston McKennie játékjogáért, aki nyitott lenne arra, hogy elhagyja a klubot, mivel nem szerepel a torinóiak trénerének, Massimiliano Allegrinek a jövőbeli terveiben. Ugyanakkor a 24 éves játékos a hírek szerint a Bournemouth-höz képest egy jóval magasabban jegyzett csapathoz szeretne igazolni, így egyelőre még vacilál, hogy elfogadja-e az angol klub ajánlatát. Angol sajtóhírek szerint a francia Nice mellett 2 Premier League együttes, a Bournemouth és a Leicester City is érdeklődik az AZ Alkmaar 19 éves magyar válogatott balhátvédje Kerkez Milos iránt, aki ebben a szezonban 28 tétmeccsen, 3 gólt és 6 asszisztot jegyez a holland csapatban. A Red Bull Salzburg közel áll ahhoz, hogy fél évre szóló vételi opciót nem tartalmazó kölcsönszerződés keretében megszerezze az Eintracht Frankfurt 25 éves kameruni válogatott középhátvédjét, Jérôme Onguénét, aki a Leeds Unitednek eladott Maximilian Wöber pótlására érkezhet az osztrák együtteshez. Az afrikai játékos egyébként kiválóan ismeri a klubot, hiszen tavaly nyáron épp a Salzburgot elhagyva igazolt a Frankfurthoz, ahol azonban ebben a szezonban eddig még egyetlen percnyi játék lehetőséget sem kapott. A Flamengo bónuszokkal együtt nagyjából 20 millió euróért visszaigazolta az Olympique Marseille-től a 25 éves középpályást, Gersont, aki 2021-ben igazolta a brazil klubtól a francia egyesülethez, ahol azonban nem tudott meghatározó játékossá válni. A Benfica egyik kiszemeltje a Chelsea-be tartó Enzo Fernández pótlására a Feyenoord 22 éves török középpályása Orkun Kökcsü, aki ebben a szezonban 22 tétmeccsen 7 gólt és 3 gólpasszt jegyez a rotterdami gárdában, amely állítólag legalább 30 millió eurót szeretne kapni érte. Spanyol sajtóhírek szerint a Szalai Attilát is foglalkoztató Fenerbahçe szeretné a szezon végéig kölcsönvenni a Real Madridban ebben a szezonban eddig csupán 3 bajnoki lehetőséget kapó belga támadót, Eden Hazard, és a török klub ennek érdekében arra is hajlandó lenne, hogy átvállalja a 31 éves játékosnak a tavaszi idényre vonatkozó madridi fizetésének nagy részét, ami egészen pontosan 5 millió eurót jelent.
A Bild tegnap arról számolt be, hogy baktériumfertőzés miatt ismét meg kellett operálni az RB Leipzig kapusának, Gulácsi Péternek a térdét, amit elsőként tavaly októberben műtöttek meg, miután a 32 éves magyar válogatott hálóőr térdszalagszakadást szenvedett a Celtic elleni Bajnokok Ligája meccsen. A mostani beavatkozása alap szerint komplikáció nélkül zajlott le, és Gulácsi január közepétől a terveknek megfelelően folytathatja a rehabilitációját a klub egészségügyi központjában. Az OK Diario értesülései szerint a Real Madrid két rutinos kulcsemberével, a 35 éves Karim Benzemával és a 37 esztendős Luka Modriccsal is megállapodott az egyaránt idén-nyárig szóló szerződéseik további egy évvel történő meghosszabbításáról, amit a következő napokban jelenthet be hivatalosan is a madridi klub, vagyis a két aranylabdás kiválóság a következő szezonban is a királyi gárdát fog erősíteni. A MOL Fehérvár 850 ezer euró ellenében leigazolta a Vålerenga 22 éves norvég középpályását, Tobias Christensent, aki 2025 nyaráig kötelezte el magát a Vidihez. A Hertha BSC Florian Niederlechnerrel erősített csatárposzton. A berlini klub az Augsburgtól szerezte meg a 2025 nyaráig aláíró 32 éves támadót, aki ebben a szezonban 14 bajnokin eddig 4-szer volt eredményes. Több sztár klub, így a Bayern München, a Newcastle United, a Paris Saint-Germain és a Liverpool is élénken érdeklődik a Borussia Mönchengladbach 21 éves, rendkívül tehetséges francia középpályása Manu Koné iránt, akitől a német klub megfelelő ajánlat esetén állítólag hajlandó lenne megválni, de csak a nyári transferidényben. A Premier League 19. fordulójának szerdai játéknapján 4 találkozót rendeztek. A listavezető Arsenal hazai pályán 0-0-ás döntetlent játszott a harmadik helyen álló Newcastle United-del, a Brighton 4-1-es győzelmet aratott az Everton otthonában, a Fulham 1-0-ra verte idegenben a Leicester City-t, míg a Manchester United Casemiro, Luke Shaw és Marcus Rashford találataival simán 3-0-ra nyert odahaza a Bournemouth ellen. A spanyol királykupa legjobb 32 csapata között a Real Madrid a negyedosztályú Casereño otthonában vendégeskedett, és ha csak kinkeservesen is, de Rodrigo 69. percben lőtt góljával végül 1-0-ra győzni tudott, így a blankók bejutottak a sorozat 8-ad döntőjébe. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Egybehangzó sajtóhírek szerint az Arsenal megtette második hivatalos ajánlatát is a Shakhtar Donetsknek Mihajlo Mudrikért, és az abban szereplő összeg már közel van az ukrán klub által megszabott vételárhoz, így jó esély mutatkozik arra, hogy a felek hamarosan nyílbe üthetik a transfert. Mint ismert, az ágyúsok nagyjából egy héttel ezelőtt küldték el az első ajánlatukat a 21 éves szélsőért, akinek azzal sikerült magára irányítania a londoni klub figyelmét, hogy a donetszki csapat színeiben ősszel 12 bajnokin és 6 bajnokok ligája találkozón összesen 10 gólt és 8 gólpasszt termelt. A szóban forgó első Arsenal ajánlat pedig 40 plusz 20 millió eurót, vagyis bónuszokkal együtt összesen 60 millió eurót tartalmazott, ám ezt az ukrán klub vezetősége elutasította, mégpedig azzal az indokkal, hogy ők legalább 90 millió eurót szeretnének kapni a támadóért. A londoniakat azonban a jelek szerint ez sem tántorította el attól az elhatározásuktól, hogy megszerezzék a játékost, akivel egyébként már meg is állapodtak egy 5 évre szóló szerződésről, a minap ugyanis egy újabb, javított ajánlatot tettek az ukrán csapatnak. Ez pedig a korábbi 40 millió eurós helyett már 52 millió eurós fix transferdíjat tartalmaz, amihez hozzájön még a 20 millió eurós bónusz, vagyis az Arsenal második ajánlata mindent egybevetve 72 millió euróról szól, ami a hírek szerint már gondolkodóba ejtette a Shakhtar vezetőit, mivel aligha nem ők is tisztában vannak azzal, hogy az általuk kért 90 millió eurót egyetlen klub sem lesz hajlandó megadni. És bár az ukránok még nem döntötték el, hogy elfogadják-e az Arsenal legutóbbi ajánlatát vagy sem, a jól értesültek szerint a két klub most minden eddiginél közelebb van ahhoz, hogy megegyezzen egymással, és nem kizárt, hogy erre már ezen a héten sor fog kerülni. Ugyanakkor Mudrik mellette egy másik támadó felfogású játékost is szeretne igazolni januárban az Arsenal, amely a The Athletic értesülései szerint komolyan érdeklődik az Atletico Madrid támadójának, Joao Félixnek a kölcsönvétele iránt.
Az ágyúsok egyelőre magabiztosan menetelnek a Premier League-ben, jelenleg 8 pontos előnnyel vezetik a tabellát a Manchester City előtt, és az sem vetette vissza a csapatot, hogy a világbajnokságon megsérült az első számú középcsatára, Gabriel Jesus. A brazil légiós a VB előtt minden bajnokin kezdő volt, azonban várhatóan márciusig nem léphet pályára, így az Arsenalnak szüksége lenne némi erősítésre a támadó alakzatban. Már csak azért is, mert a jelenlegi kezdő csatártrió, azaz Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah és Bukayo Saka mögött nincsen helyettes, így egy újabb sérülés már valóban nagy problémát jelentene Mikel Arteta számára. A londoniak nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy megszerezzék a Shakhtar Donetsk ukrán szélsőjét, Mikhailo Mudrikot, de azért egy olyan játékos sem ártana, aki a csatársor közepén és visszavont támadóként, amolyan hamis 9-esként is bevethető. Itt jön a képbe Joao Félix, aki a hírek szerint nem érzi jól magát az Atletico Madridnál, és a klubnál sem ragaszkodnak hozzá. A madridi egyesület történetének legdrágább igazolása soha nem találta meg igazán a helyét a csapatban Diego Simeone irányítás alatt, még ha voltak is felvillanásai. Ugyanakkor sokszor szinte érthetetlen módon mellőzte őt az argentin edző. Joao Félix ügynöke Jorge Mendes a hírek szerint gyakorlatilag felajánlotta a támadót az angol sztárkluboknak, amelyek közül a Manchester United és az Arsenal is komoly érdeklődést mutatott, viszont egyelőre nem szeretnék végleg megvenni a portugált, viszont egy szezon végéig szóló kölcsönben benne lennének. Ettől a madridi egyesület sem zárkózik el, de csak azzal a feltétellel menne bele az ideiglenes transferbe, ha a Joao Félixért bejelentkező egyesület állja a portugál teljes fizetését, ami egyes források szerint nettó 6 millió, más források szerint pedig nettó 7 millió euró. A The Athletic szerint ezt az Arsenal még el is fogadná, azt viszont már túl soknak tartja, hogy az Atletico emellett még 15 millió eurós kölcsönzési díjat is szeretne. A lap úgy tudja, hogy az ágyúsok ezt jelentősen szeretnék lealkudni, ami megakadályozhatja a transfert. Mindeközben a Relevo nevű spanyol lap szerint azt sem lehet kizárni, hogy Joao Félix a szezon végéig marad az Atleticónál, mert Mateusz Cunha eladása miatt a klubnak szüksége lehet rá. Erre utalhat az is, hogy a világbajnokság utáni első spanyol bajnokin a portugál ott volt a madridiak kezdő 11-ében, szeptember óta először, és gólt is szerzett. Az Al-Nassr tegnap hivatalosan is bemutatta Cristiano Ronaldót, aki szabadon igazolható játékosként múlt pénteken írt alá a szaudi klubhoz, amelyet 2025-ig fog erősíteni, és ezen időszak alatt idényenként nem kevesebb, mint 200 millió eurót fog keresni, amivel ő lesz a világ legjobban kereső labdarúgója. A portugál világklasszisnak kedden, miután sikeresen átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, újdonsült klubjának stadionjában volt jelenése, ahol teltház, nagyjából 25 000 drukker várta őt, de előtte részt vett egy sajtótájékoztatón is, amelyen többek között azt is elárulta, hogy miért éppen az Al-Nassrt választotta. Európában véget ért az utam, ott mindent megnyertem, amit csak lehetett, és a legnagyobb klubokban futballoztam. Új kihívásra vágytam, az Al-Nassr pedig megadta nekem ezt a lehetőséget. Most már elárulhatom, hogy az elmúlt időszakban több európai, brazil és ausztrál csapat is megkeresett, és anyagilag rendkívül kedvező ajánlatot tettek nekem. Én azonban szavamat adtam az Al-Nassrnak, hogy őket fogom választani, mondta Ronaldo, hozzátéve, hogy egyáltalán nem érzi úgy, hogy a Szaudi Ligába való igazolása pályafutása végét jelentené. A karrieremnek még nincs vége. Nem érdekel, hogy az emberek mit gondolnak rólam, azért jöttem ide, hogy továbbra is gólokat lőjek és győzzek. Az arab labdarúgás nagyon sokat fejlődött az elmúlt 15 évben, a bajnokság is nagyon versenyképes, az itteni futball fejlődését pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Szaúd-Arábia volt az egyetlen válogatott a Katari VB-n, amelyik le tudta győzni az aranyérmet nyert Argentínát, jelentette ki Cristiano, aki a csillagászati fizetést tartalmazó kontraktusáról a következőket mondta. Különleges játékos vagyok. Európában minden rekordot megdöntöttem, és itt is szeretnék megdönteni néhányat. Különleges futballista vagyok, éppen ezért az Al-Nassrral kötött szerződésem is különleges. Számomra ez teljesen normális. Tényleg nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Rendkívül boldog vagyok, hogy itt lehetek, és alig várom, hogy pályára léphessek. Zárta mondandóját Ronaldo, aki a sajtótájékoztató után az Al-Nassr stadionjában teltház, vagyis mintegy 25 000 ember előtt mutatkozhatott be a csapat drukkereinek a családjával együtt. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.